Hát több ezer tanítványom nevelésébe vettem részt, és ennek örülök, hogy ezt megérhettem. De arra megint külön büszke vagyok, hogy itt a főiskolán nekem 18 tanítványom volt a közvetett vagy közvetlen munkatársam, akivel együtt dolgozott. Munkás családból származom, az apám mindig azt mondta, tanulj fiam, akkor nem ezt kell csinálnod. Hát ez alapos ok volt arra, hogy megfogadjam a tanácsát. Gyöngyösről a főiskolára kerültem viszonylag elég korán, ahol igazából dr. Rabcsák András, az akkori matematikai tanszék vezetője adott olyan ösztönzést és erőt számomra, amely szinte mondhatnám akkor is és utána is egy életre elkötelezett a matematikával. Legtöbbet nyilván a feleségemnek köszönhetek, aki vállalta a munkát mellette, vállalta a kutyakemény természetemet is, mert tényleg olyan önmagához vagyok. És környezetéhez egyformán szigorú. Így van, szigorú vagyok, de gyakorlatilag a gyerekeim is meghálálták azt a munkát, amit próbáltam a nevelésükbe fektetni. A fiam is örökölte a saját szakmámat. Debrecenben végzett programozó, programtervező matematikusnál, tehát ez egy ilyen 5 éves egyetem, nem a programozó matematikusnak. A lányom közgazdász, a férje szintén programtervező matematikus. Valamikor egyetlen egy tudomány létezett, ez volt a filozófia, amely a valóság legáltalánosabb részeit vizsgálta. Ezen kívül más tudomány nem volt, de ezért aztán nem vitatkozhatunk, mert ez így volt. És a filozófiáról váltak le a különböző tudományok, és hát... Így igaz, mert hisz a történelem ezt igazolja, hogy akkor a filozófusok javarésze egyúttal matematikus is volt, és fordítva. A probléma ott van, hogy miben különbözik akkor ez a matematika a többi tudománytól. Hát szeretném azért is kihangsúlyozni, hogy ugyanabban, mint az informatika, hogy ez a tudomány, olyan, hogy minden más tudomány felhasználja. Míg fordítva nem igaz. Tehát létre kellett hozni egy új szakaszt, mivel a filozófia legáltalánosabb, ezért az általánosság szintje szerint bevettek még egy kategóriát, egy szintet, az általános tudományok szintjét. Hát ide tartozik a matematika. Na most a másik nagy probléma, Hogy itt van a számítástechnika. Hogy mostanában elkezdenek vitatkozni rajta, hogy informatika vagy számítástechnika.
véleményem szerint senkit nem akarok megsérteni vele, ez elnevezés kérdése. Én a legszívesebben úgy nevezném, hogy matematikai kibernetika. Vagy fordítva, ne sértsem meg a kibernetikát, kibernetikai matematika. Na most ugye hát itt akkor mi is van itten? Ezt közérthetőbbé teszem, mert természettudományok területén ma már beszélnek fizikai kémiáról, biokémiáról, és fordítva itt is lehet mondani. Tehát létrejött a fejlődésen egy csomó új határtudomány. Ha az ember pedagógus, akkor mindezt meggondolja, hogy na jó, de az ennyire általános tudomány, akkor miben általános még? És itt jönnek a szép gondolatok, hogy akkor igazából a nevelési elvekben is általános. Tehát a tanár ebbe a két tárgyba a legtöbb nevelési momentumot tudja adni a tanulóknak, a diákoknak. Eredetileg is szerettem volna magasabb szinten a matematikát művelni, és nagyon örülök neki, hogy az intézmény akkoriban megadta azt a lehetőséget, hogy Pestre kerültem, és Pesten rögtön munka mellett, mert hisz gyakorlatilag a harmadik kihelyezett év az gyakorló év volt, tehát az 53. év az már csak gyakorló év volt, akkor munka mellett rögtön elkezdtem az egyetemet, és befejeztem a programozó matematikus szakot, ami gyakorlatilag akkor alkalmazott matematikus szaknak nevezték, tehát még igazán köze nem volt a programozáshoz, ma már így nevezik, tehát ilyen nevet kapott. És hát 58-ban szereztem diplomát, és 59-ben kaptam egy kedves meghívást a főiskola matematika tanszékére, amit nagy örömmel fogadtam el. Nem volt könnyű, hisz Pesten akkor már nagy nehezen lakáshoz jutottunk, és el kellett költözni Egerbe, a bizonytalanba. Egy olyan kényszerhelyzetben voltunk, hogy valahogy meg kell teremteni ezt az oktatási anyagot. Igen ám, de mit, ami nincs? Mert hisz nem volt semmi. Nem volt semmi. A külföldi irodalom még nagyjából be se jött az országba, tehát nem volt előtanulmány. Most mondjam azt, hogy én vagyok az a szakképzetlen ember, aki szakképesítést ad, mert hisz az igazság ez. Tehát gyakorlatilag meg kellett, létre kellett hozni egy tudomány alapját, és ehhez dokumentumokra volt szükség. Tehát már a 78-as években bizony elég sok olyan anyagot kellett közreadni, ami segítséget jelenthet a tanároknak és a diákoknak egyaránt. Mindemellett a kutatások, az oktatás, a tudományos munka mellett hihetetlen tempóval épített föl tanszéket. Matematika tanszékből kivált a szakcsoport. Igen, hát szóval az igazság az, hogy gyakorlatilag ezt a tevékenységet az is fémjelzi, hogy az országban az általános iskolai számítástechnika szakos tanárképzést a mi javaslatunkra fogadta el a minisztérium, tehát ezt mi küldtük fel,
ezt nyilván az akadémia is véleményezte, és létrehozták, szakot alapítottak. Ez volt az a csodálatos élmény számomra, amire az volt még akkor a kérésem, hogy egyhez ragaszkodom, hogy az első számítástechnika szakos diplomát én adhassam. 12 évet töltöttem a matematika tanszéken, és a főiskola egy nagy értékű számítógépet kapott. Beruházásban ez körülbelül vetekszik a felépült tornacsarnok értékével. Tehát rendkívül jelentős értékű berendezés volt, és akkoriban még csak egy pár darab, tehát 10-en belüli számértékben lehetett nevezni a számítógépek számát Magyarországon. Nos, a hírek szerint ugye közölték, hogy az EGRI tanárképző főiskola is kap az egyetemekkel egyetembe egy ilyen gépet más főiskolának. Úgy látszik, hogy ez a főiskola azért mindig valahol élen járt, mert mindig kapott egy-egy nehéz feladatot, de ez hál' Istennek sikeresen megoldotta, és ma is úgy érzem, hogy igen, ehhez azért annak a csoportnak, akit erre létrehoztak, köze volt, tudnilik. Hát csak elmesélek néhány epizódot róla. Egy külön nagy terembe volt a számítógép, ami különleges, speciális elhelyezést igény, álpadlózat, klímaberendezés. 3 mázsa volt a központi egysége, ami most ugye egy laptopban ott benn, de hát szóval 3 mázsa, alig bírták behozni a gépteremben. Az automatizálást említem, volt egy csomó műszer hozzá, de azért a mérnök legtöbbször a gumikalapácsot használta. Ez furcsa dolog, de ugye tele volt kártyákkal. A kártyai érintkezéseket minden reggel be kellett kalapálni, hogy tökéletes legyen az érintkezés, hogy a gép működjön. Na most, ugye ez nem annyira érdekes ilyen szempontból, de az, hogy ezt az oktatásra felhasználjuk, meg ezt a nagy értékű gépet kihasználjuk, hogy ezt üzembe helyezzük, tett érte a főiskola sokat, mert hisz én is egy fél éves tanulmányúton voltam Debrecenben, és szintén Rabcsák professzor volt a rektor, nagyon szívesen fogadott, és örülök neki. Nagyon hálás vagyok, hogy ott némi segítséget kaphattam, de még ott se volt akkor ilyen gép. Ők is velünk egy időbe kapták, de nekik volt legalább egy elődje ennek a gépnek, amin egy kicsikét az ember tájékoztathatott. Hát a legfontosabb feladat volt számunkra nyilván az oktatás. Tehát az oktatás, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a matematika szakos tanulóknál azonnal bevezettük 3 fél éves tárgy keretében az oktatást, ami természetesen megint csak mondani, egy nagyon gyorsan jegyzetet kellett adni, és hogy tekintettel arra, hogy ugye a főiskolákra vonatkozóan a jegyzetet azt mindig valamelyik kiszemelt áldozat írta, és az összes többi is alkalmazásba vett, tehát így egy szegedi kollégával ketten kaptuk ezt a megbízást, és akkor írtuk meg azt a jegyzetet, ami igazából még sokszor ma is elővesznek és futtatnak, pedig hát már régi dolgok vannak benne. Na most, hát a lényeg az, hogy itt is a teljesen új dolgokat kellett bevezetni. Az újdonság az volt, hogy én bevezettem, hogy kis csoportokban legyenek a foglalkozások, ezt 12 főben állapították meg, és minden hallgató legalább 3 programot futtasson le a gépen fél évenként. És bizony ott állt a gép mellett, nem ő kezelte, hanem operátor volt, és akkor ugye azt rögtön kiírták, hibás, nem hibás, kiírta a sztori, akkor a hallgatók nagyon
ilyen összegész másképp mondták a dolgokat. De hát az igazság az, hogy ez nagyon nagy élményt jelentett számukra, azt az élményt, amit mondtam, hogy a feladatmegoldás jelent, amikor a lányok ugráltak örömükbe, hogy lefutott a programjuk. Amikor a gépet megkaptuk, akkor kimondták ezt a dolgot, hogy lehet alkalmazni külső kutató munkára is a gépet, és ez azért nagy előny volt, mert hisz, hát így ezen az elven, hogy ezt engedélyezték, külső cégek felé is tudtunk nyitni, és gyakorlatilag hozzákezdtünk a külső kutató munkákhoz, kisebbtől nagyobb volumenig lehet emlegetni. A legnagyobb kutató munkaterületünk az Egeri Útépítő Vállalat felé egy termelés irányítási programrendszer kidolgozása volt, ahonnan a költségvetés készítésétől végig az út elkészítéséig minden dolog gépesítve volt, és hát gyakorlatilag innen volt a legtöbb bevételünk. Ezt nem szégyellem bevallani, hogy ebből a főiskola annyit keresett, hogy én úgy érzem, hogy amit lehetett, megtettünk, mert hisz körülbelül a gép árát megtermeltük. Hát a legbüszkébb a családomra vagyok, azt már említettem, de a Tarján díjat tartom a legelismertre méltóbbnak, mert hisz azt pont ezért a szakmáért kaptam, és igazából nekem ez az igazi diplomám. Ez jogosít fel engem arra, hogy én bizony adhatok ebből diplomát. Mert hisz ez egy olyan elismerés, ami kimondottan a számítás technikai oktatás és továbbképzés elismerésének a díja. Ez az informatika megint csak arra kényszerítette az embert, hogy hát foglalkozz vele, mert ha nem foglalkozol, akkor elfelejted és véged van. Tehát ugye most nyugdíjaskoromban is ez a probléma, hogy nem hagynak nyugodni, mert kénytelen vagyok az újabb rendszereket is átnézni, áttekinteni és vizsgázni. Nem hagy nyugodni. Tehát sokszor már el akarnak kergetni a géptől, már a kisunokám is azt mondja, hogy apa meg apa, ti mindig a számítógépnél ültök. És hát örömmel csinálom. Én magam is érzem ma is azt, amit alapelvemnek mondok, hogy ha egy feladatot jól megoldok, vagy egy újdonságot megcsinálok rajta, az engem nagyon feldob, felemel, hogy még mindig tudtam valamit jobbítani azon, mert gyakorlatilag ez a programozás meg különösen úgy van, tudod, hogy befejezett program nincs. Jobbat mindig lehet csinálni, mert amikor már nem csinálod, akkor eldobhatod. Akkor már nincs rá szükség.